Peti lesz. Na szevasz, mi újság? Nem, ma már nem jó. Holnap? Jó, majd délután megbeszéljük. Oké, de te sem. Na szevasz. Na, jó voltál aztán. Ja, biztos megint valami múlti level szarba akar belerángatni. Nem, semmi ilyesmi, meglátod, ez frankó lesz. Önismereti tréning. Hát, hogy leírtad, ez valami sámán képző. Dehogy sámán képző, figyelj. Semmi tüzenjárás meg ilyesmit, maximum kinyitják a harmadik szemet. Tehát jó jöhet az később. Ki ez a, hogy is hívják, koppány? Koppány? Nem tudom, ide volt erre, azt nekem adták tegnap a kezembe, nem, végig se olvastam, rögtön átgondoltam, mehetünk. Láttam én már ilyet. Múltkor is be volt dobva valami ilyesmi a postaládámban. Bűnöző. Ez nem az a kanál hajlítgatós, de komolyan mondom. Gyógynövények, bioenergetika, léleklátás, bárkinek beolvashatsz a gondolataiba, rákapcsolódhatsz a kollektív tudatalattira, hát komolyan, nagyon jó. Milyen szókincsedet mostanában? Hát persze, és ezekre bárki képes már, akinek megvan hozzá a megfelelő csakrája. Hát persze. És belenézhetünk az akasa lemezeinkbe is. Az mindent elárul. Menjünk kepcsocsózni, nincs ott ilyenkor senki. Gyere. Rádumálnak akkor. Te nem vagy rá kíváncsi, ki voltál előző életedben? Na miért? Megmondod? Há, a koppány biztos kiolvassa majd az aurádból. Ja. Komolyan, gyere már, ne kelljen neked könyörögni. Biztos lesz sok ilyen modern fickó, mint te. Hát nem tudom, egyelőre csak mi leszünk ott Timivel. Állj, hazajött a hugod? Aha, ja, szombaton. És ezt eddig miért nem mondtad? Kérdezted? Miért rakolj ezt? Na jó, lehet elnézek. Na ez a beszéd, haver! Azt mondta Szász, hogy jön. Aj, Peti, tudtam, hogy át fogsz verni. Nem, tényleg úgy volt, hogy jön, lebetegedett. Az elő még nem volt pénzem. Mi most egy ötös nem vágnál föl, tehát kell adok neki. Ő úgy, amúgy is egy ilyen költős típus. Hát meg le is betegedett, biztos a stressztől. Jó, Peti, legalább ne a tábor előtt mondtad volna két percen. Most jutott eszembe. Egyébként még visszafordulhat. Nem, hát itt vagyunk mindjárt. Tuti óbuli lesz, hidd el nekem. Ne fordulj vissza. Hát ja, tavaly voltam már ilyen természetgyógyász táborban, akkor is ilyen 5-6 fős csoportokban voltunk. Egyébként ti és Péter vagyok, szia. Enikő. Szia Peti. Szia Dani. Dani. Sziasztok. Dani, szia. Ti is a spirit tábor vagyok? Igen, Peti? Igen. Azt hittem, hogy egyedül leszek. Petronella Peti, vagyok. Szia. Szia Dani. Petronella. Szia Anna. Petronella. Szia Petronella. Sziasztok. Sziasztok. Szia Petronella vagyok. Szia Dani. Nem ti ültetek előttünk a buszon? Biztos. Mindegy, sajnos felkényszerültünk a buszozásra, mert elvették a jogsimat gyorshajtásért. Az a kedvenc nőjel. Üdvözletek! Sziasztok! Sziasztok! Ennyien vagyunk? Én Szabó Koppány vagyok, ő a segédem Craig, Craig Logan. Ne tévesszem meg senkit, az angol száz név, perfekt magyar.
Nála lehet majd fizetni. A többiek késni fognak? A többiek? Még egy fő biztosan érkezni fog, de lekéste a vonatot is, stoppaljon. De elkezdhetjük nélküle is. Elhagy minket szombat reggel. Nem fog neki tetszeni. Van, akinek ez nem tetszik? Volt már a precedens. Na és nekünk? Nektek fog? Nem tudja. Megmutatom, hova pakolhattok le. És hogyan szólíthatunk? Ahogyan akartok. Koppánynak, Jóginak. Teljesen mindegy. Rendben, szeretném, hogyha a hét folyamán ezeket hordanátok. Minek? Azért, mert a fér nem blokkolja az energiaáramlást. Úgy van, valamint ezek be is vannak hangolva, még zenét is hallgattattam velük. Ó, valami jó kis hip-hopot. Az ja. Ti urbán szennyezett ruháitokat és csomagjaitokat pedig ide fogjuk bezárni. Mi? Egyébként ez rajta is volt a szórólapon kis betűs rész. Semmi nem mehet veletek a szállásra. Nem mond, én megyek, nem álljak még az esküvői fotón. Jó, ne szórakozzál már, légy szíves. Még egy könnyed sem. Nem, csak ti lehettek benn, kaptok majd hálóruhát is, az is fehér lesz. Keveset fogunk enni. És azt sem benne a szobákban. Ásványvizet találtok majd a hűtőben. És most üdvözöljük eltévedt barátunkat. Sziasztok, arra vagyjátok, ez az a transzendent. Ez már vártunk. Jó, remélem nem maradtam a semmire a vonaton kívül. Kahó öcsi. Craig, légy szíves, mutasd meg neki, hova pakolhatnak. Füzetemet hagyd vegyem már ki. Van még idő megmosakodni? Majd lezuhantok később. És az ajtót is megzárjátok? Nem, de csukjatok be mindent éjszakára, mert berepülnek a szőnyegek. De hát úgy csillog-villog itt minden, mint a zsebkendő, mert... Ja, szakszigor és regula. Egy picit puritán. Na jó, kezdjetek el. Sütizelni. Szilás Deluxe. Oh. Azt az órát vett. Rolex-embe. Maradj már. Vigyázzunk rá. Maradj rá. Nem tűnjön. Add már a hézen is. Ez egy 20 dollár replika. Ja. Ez a pólód maximum 20 dollár. Nem, ez az eredeti kínai. Ez egy nagyon ronda póló. De az is. Nagyon rosszul fog állni, de rajtad úgyis jól áll. Jaj, maradj már. Kis csini leszel benne. Tess. Hívjél már, Marian. Neked hogy hívják a barátodat? Boton. És mióta vagytok együtt? Hát már lassan 2 hete. Már 2? Igen, 2. Nem mondjátok még egymást? Nem. Az nem lesz jó ötlet, az a telefon. Ez? Tedd vissza a zsebébe. Miért tegyem vissza a zsebembe? Na miért tegyem vissza a zsebembe? Mert el kell vinnem a nadrágodat. Elviszed a nadrágot? Meg a felsődet. Meg a felsőmet, és elviszed még a mobilomat is. Csak fogok hiányozni valakinek egy hét alatt. De nem figyeltél, mondta Koppány, hogy egész héten fehérben lesztek, mert ugye nekem szükségem nem van ezekre. Blokkolja az áramlást, igen. Ugye, igen. Az MP3 játékos nem jó ötlet, szintén. De ez MP4, én nem tudok ezzel elmúdni. Nem. És sajnos. A sampon? Hát az beszél meg a mesterrel. Ez nagyon egy hétig nem mossak hajat. Nem akarom, hogy bármi is megzavarja azokat az új rezonanciákat, amiket itt vesztek fel. Jobban szeretném, hogyha az a fülbevaló is lekerülne rólad. Rendben, és hova tegyem? Add ide nekem, majd én elrakom őket. Jó. Te, használhatunk telefon? Szólj haza, hogy megérkeztél épségben, de aztán erre a pár napra el lehet felejteni a mobilokat. Rendben, akkor ismertetném a heti programot. Ma megismerkedünk egymással. Megvacsorázzunk, lefekvés előtt elvégzünk egy úgynevezett csikung gyakorlatsort, aztán játszunk egy kicsit. Fogócskázunk. Reggel szintén egy csikung légző gyakorlattal kezdünk, aztán majd a kristályokról fogunk beszélni. Persze nem lesz annyi idő, hogy mindet átvegyük, csak a legfontosabbakat. Például neked a rózsakvarc határozottan jót tenne a borderline szindrómának. Miféle borderline? Az a debreceni pszichológus inkább határeset személyiségzavarnak nevezte, ugye? Hát teljesen fitti vagyok volna, semmi baj. Figyelj már, rózsakvarc az nem a depresszió ellen jó? Arra is. És te tényleg belém látsz ilyen léleklátó vagy? Clairvoyant. Rendben, és akkor most vonuljunk le a vízpartra és ismerkedjünk meg egymással. Jó, hát akkor kezdjük is el. Hölgyek először. Én? De mit mondjak? Mesélj magadról. Jó. Hát én Bonc Petronella vagyok, Budapestről érkeztem, szerintem én vagyok itt az egyedüli, aki nem debreceni, friss házas vagyok, gyógymasszőr, de egyébként fogtechnikusként végeztem. Elég vagy, mit mondjak?
férjed miért nem hoztad? Ja, őt nem érdekli az ilyesmi, most is az anyukájánál nézi a VB-t. Van egy ismerősöm Debrecenben, és ő hívott föl telefon, hogy ekkor meg akkor lesz itt ez a tábor, és hát így eljöttem. Következő. Bánovics Anna vagyok. Debrecenben lakom átmenetileg egyedül, mert a szüleim Németországban vannak. Van egy kutyám, szeretek énekelni, táncolni, érdekel az ezotéria. Milyen kutyád van? Nagy, harapós? Ja, nem, nem, de hogy egy dalmata és egy unokatesóméknál van. Más? Hát nem tudok úszni, és főzni sem. Na, hát főzök én rád, Poncinyó. Jó, hát ezt azért megbocsátják neked a férfiak szerintem. Vagy a lányok. Kisasszonyban kit tiszteltünk? Én Benka Enikő vagyok. Szintén Debrecenből jöttem, és egyedül élek. Szüleid? Keveset találtam őket. Még kiskoromban elváltak, én meg apámhoz kerültem. De 16 éves koromban elmentem tőle. Barátoddal vagy a vőlegényeddel laksz? Nem, a halammal. Meg gyakran nála lógok. Anna a legjobb barátnőm. Csak barát? Te most tényleg mindent látsz? Hát majd szépen lassan össze fog rólatok a kép állni, igen. Jó, akkor nem mondom meg. Úgy is tudod. Rendben van. A nevem Molnár Hector, hát haverom mondta, hogy lesz egy ilyen olcsó ezoterikus tábor. Bár ez a téma engem annyira nem igazán érdekel, de hát gondoltam eljövök macázni meg bulizni, de... Nincs semmi mozgom, semmi nem, tűzelem őket. És a tarantellád? Hogy van? Egy éve lefeküdt. Értem. Bakó Dániel vagyok, bölcsészhallgató, szeretem a harcművészeteket, az origamit. Bármiből, bármikor hajtogatok egy fókát vagy egy csákót. Oké, köszönöm szépen. I és Peti vagyok, Danival osztálytársak voltunk a gimiben. Debrecenben a külvárosban élek. Egyedül van kocsim, kettő is használtak. A dédi szellem egy kicsit kísért. Egyedül lakni egészség. Az, ja, és még van egy húgom, aki úgy volt, hogy jön ide, de hát még sem sikerült. Ja, majdnem. Na jó, mindegy. Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Hát köszönöm szépen. Oké, okay, már csak a ifjú pár maradt. De akkor kezdem én. Nyomjad, baby. Miklós Marian vagyok. Igen. És hát mi Hajdúszoboszlóról jöttünk. Együtt éltek? Nem, csak egy városban. A és nem város, így jöttünk össze. A város másik végén lakik. Furcsa is volt, hogy eddig nem találkoztunk Szoboszlón. Főleg mivel nemrég költöztünk oda. Na, úgy látom, hogy ti sem ismeritek egymást annyira. Ezt én sem tudtam eddig. De azért a lényeget már ismerjük. Na és Marian, mivel foglalkozol? Hát sajnos nem azzal, amivel szeretnék. Mivel szeretnék? Botondéval. Szívesen lennék mondjuk óvónő. Szeretem a gyerekeket. De most mivel foglalkozol? Most éppen állást keresek. Ebben visszatérünk rá. Következő. Én Nagy Botond vagyok, ügyvédnek készülök, van egy saját vállalkozásom is, de emellett besegítek édesapám autókereskedésébe. Marian szólt, hogy lesz ez a tréning, vagy mi fene. Nem vonz a dolog, miatta vagyok itt. Nincs a bírnád ki nélkül, egy kicsit sem. És ti? Tényleg, ti? Hát én Szabó Kopány vagyok, mint ahogy azt már említettem. Parapszichológiát és bioenergetikát tanultam Moszkvában. Aztán eltöltöttem másfél évet Indiában, buddhista barátaimnál. Wow, festésen szól vett, nem semmi? Sokat megtudtam az életről, meg ami mögötte van. És úgy döntöttem, hogy átadom ezt a tudást. Ő Krieg, mormon misszionárius volt, amikor megismertem, és kiterítettem a hitéből. Azóta ő az első számú tanítványom, már azért már több, mint tanítvány, majdnem annyit tud, mint én. Van egy kis akcentusa, de perfekt magyar. És ez az első ilyen táborotok? Hát ez a sokadik. Az hogy lehet? Még sose hallottam rólatok. Hát nem csinálunk nagy reklámot a tábornak, nem a pénzről szól. Ha valakit ide fújja a szél, az nem véletlen. Rendben van, és most tápláljuk értékes testünket. Pestiesen szólva, együnk valamit.
Peti, légy szíves, ne játsz az étellel. És most szeretném, hogyha megfognánk egymás kezét és imádkoznánk. Ja, ugorjuk. Nincs bennetek itt, ugye? Ezzel a nézelét beszélj hétfélel. Na majd meglátjuk, hogy hogyan viszonyultok az ilyesmihez később. Jó étvágyat. Már meg ne haragudj, Koppány, de azt hittem az ilyen újhullámos ez a férje meg a vallás nem fér meg egy asztalnál. Fogalmatok sincs az igazi vallás. Neki meg fogalma sincs, hogy miről van fogalmunk. Oké, rendben van, szóródjatok szét, elvégzünk egy úgynevezett Qigong gyakorlatsort, ami segít energetikailag összhangba hozni a testet és a lelket. Nagyon fontos, hogy lelazuljatok. Lázzátok le a kezeiteket, lábaitokat, el kell lazítani az izmokat, ízületeket. Rendben, válszélességű terpezbe állunk, a térd egy kicsit rogyaszt, a gerinc egyenes, a has elenged. Borítsátok egymás felé a két kezeteket, úgy, mintha egy gömböt fognátok, és próbáljuk meg érezni a kettő kéz közötti energia áramlást. Rendben van, most fogjátok meg a gömböt, nyújjatok alá, belégzésre emeljétek fel. Légzésre. Rendben, most fogjátok meg a gömböt. Nagyobb terpesz. Emeljétek fel egy kicsit a kezeteket. A gömb még mindig a kézben. És toljátok el, csináljátok utána. Oké, rendben, Craig, segíts nekik, légy szíves. Rendben van. Dani, egész jól csinálod. Qigongoztál már valamikor? Kungfuzok 8 éve. Nem tudom. Hát mi volt ez? Jó, hogy torna? Ezek szerintem tegnap kezdték a Qigongot. Hát a fizikai dolgaikat biztos elnyomja ez a sok mentális kula. Ők amúgy miért nem fehérben vannak? Hát ezeknek már úgyis mindegy. Kampó. Kapufa. Biztos emósok. Hát nekem elegem volt ebben az éjszakai osztázból. Kikészít ez a pali. Gyerekek, még egy napja sem vagyunk ki. De az eszemünk már kikiváltkozik. Ebben a házban elve, nézd már, hogy néz ki, tiszta köpködő. Az szükőny meg úgy néz ki, mint a dögzsák. Azt szed érdekli az eszemünkben. Maradj már Hector itt, nem ez a lényeg. Hát mi a lényeg? Ez a Mühlmeier torna kutya? Egyik pillanatban főkeresztény, aztán ezzel a Qigong buddhista vacakkal jött nekem. Rizseletet. Hát mi lesz itt holnap? Hát én ma kezdtünk. Mühlmeier honnan tudott a pókodról, a borderline szindróma. Nem ja, meg hogy lekésted a vonatot és stoppoltál. De bárkit le lehet infózni most már, lehet bakter az öccse. Ja, persze, megéri, gondolod. 5000 számoljunk, csak 5000-szer, 8, 40000 forint, ennyiért tényleg megéri felbérelni a KGB-t. Hát, mégis nekem nincs bajom a taggal, mondjuk veled igen a hugod miatt, azért még szobni fogom. Lejártuk. De azért egy hétig elveszünk az érit szerintem. Hát én már nem sokáig. Még csajok például. Én még egy pénteki bulit megvárok, azt megcsinálom, aztán innen húzok. Hát nem vagy, mint a csajokat így. Pénteken bulit? Miből csinálsz itt pénteken bulit? Hát szombaton gondolom szoktál bulizni, nem? Hát pénteken is buli van. De miből? Itt? Miből csinálsz bulit? Hát kerítek valamit, majd valamit összehozok. Hát kiszúrok én ezekkel a tippat. Végül is. Láttad Annát? Nagyon kis hírbőrök vannak, tehát te mindent úgy kikorban. Blokkolnál mindent. Igen, megyek is át fele hozzá. Te! Nem szabad átvenni. Tréfász bolondozó. Ne így sem valamit. Figyelj már, Enikő.
Jó, hogy a vonzódás a lányok volt. És mondta, csak viccelt. Egy jelcs volt, hogy beveszik. Akkor én nem vagyok veszélyben. Hagyjál a békén. Figyelj, lányok! Nektek mi az a szerencsétek? Figyelj, Petro, az fontos? Viccelt, hát az a legfontosabb. Az én asszendensem egy hatalmas kódszé. Jaj, Hector, de bunkó vagy. Hát már látom, unatkoztatok. Remélem a jó nevel megtanít fogni. Minek az? Hala. Na, vizó, meséltek valamit. Semmi, csak nem ilyen közel. Igen, lesz bébébe, belelógok az aurába, vagy mi? Igen. Abba megyem a szívedet. Meg vagy bakutató, minden rendben? Nekem? Hát? Igen, rendben, rendben. Köszönöm. Igen. Apu nem hiányzik? De hiányzik. Biztos otthon végbézik. Anyunál. Igen, anyukájánál. Szőkezica lány? Botonka? Nem hiányzik? De. Vagy csak a pénze? Között hozzá, kisfény. Ne félts, te innen. Igen. És kékszemű, vegyes hajú szépség? Mint a megfejezet. Azon gondolkodtam, hogy vajon miért éri meg nekik? Ez az egész tábor. Szerintem Craig semmit nem kap ebből. Ez ilyen karitatív munka lenne? Nem tudom. Majd kérdezd meg tőle holnap. Ez csak ilyen kóstoló. Majd lesz jövőre hosszú training. Több pénzért, de több tudás. És ez mikor lesz pontosan? Nem tudom. A 3 hetes, ugye? Csere! Na, hogy haladunk? Hector, hol voltál? Na, aludtál. Mi minket bezeg? Nem hagytál tegnap este? Nem hagyottitek át aludni? Nem. Végig kopaszt az egész este. Oké, hogyha befejeztétek a cseverészést, akkor elkezdeném. Jó, meg a kávét. Azt semmiképpen sem. A kávéban legalább 200 különböző méreg van. Még jó, hogy nem cigizni. Most, hogy mondod? Ó, pedig annyira jól jönne most egy. A cigi az a legrosszabb dolog, ami történhet veletek. Teljesen lehúzza az energiaszintet. Na és az alkohol, az rendben van? Az alkohol kismértékben közelebb visz az univerzumot irányító tökéletes intelligenciához. Minket már közelebb úgy párszor. Zenefüleimnek. Rendben, egy kicsit húzódjatok szét, átmozgatjuk a vállainkat. Páros karkörzés előre. Petronella, elaludt? Petronella ivott a tilalom ellenére a csapvízből. Senkinek sem ajánlom még egyszer. Most hátra. Jó, most pedig váltott. Oké, most pedig fordítva. Semmire. Tehát akkor is gondolok valamire, nem? Magamra gondolok, ahogy nem gondolok semmire? Azzal már elég üres lesz a tudatod. Ha eltöltesz így 5 percet, az már siker. Na jó, van, rendben. Akkor nézzük, kinek hány gondolat jutott eszébe. Anna? Szerinted számoltam? Sok. Háj, lezsibbadtam. Megint az orosz filmek. Kolja és a briket hordó. Nagyon vicces. Dani? Egyszer beugrott valami tegnapról, de azt hiszem elég jól ment. Az utolsó percben például határozottan nem gondoltam semmire. Meditálgattál már régebben is? Nem igazán. Jól van. Uram? Én gondolatban repültem. Át a tópartig. Gondoltam, hogy valami elmésre fogunk. Egy kis füstölcsülökkel. Petronella? Nekem voltak határozott másodpercek, amikor teljesen kitisztult a tudatom. Úgy látom, jól van. Neki menni fog. Marian? Ja, remek volt. Botond? Tessék, hogy sikerült? Micsoda? Sikerült kiüríteni a tudatod? A
Az teljesen. Megvan a nyertesünk. Rendben van. Akkor mielőtt haladnánk a gyógynövényekkel, menjünk és foglaljuk el az étkezőt, rendben? Jaj, de jó. Gondolatban etessük meg új fénytestünket is. Hát már pont kérni akartam. Ezt hogy is kell? Gondolja arra, hogy van valaki, aki lebeg feletted. Akinek, hogyha segítesz, táplálod, arra gondolsz, hogy táplálod, miközben eszel, ő segíteni fog. És saját védőszellemünk is lesz. Eddig is volt. Csak mivel nem tápláltad, ő sem tudott segíteni. Te, én meg egy olyat hallottam, hogyha transzba kerülsz, fogsz egy tollat, akkor az előbb-utóbb elkezd irkafirkálni magától, sőt, még magadnak írhatsz üzenetet is. Ilyenkor is a védőszellemünk üzen, ő irányítja a kezünket. Hát hívhatod védőszellemnek, mi inkább vezetőnek hívjuk. Ez amúgy az automatizmus, de erről majd a következő turnuson beszélünk. De arról volt szó, hogy itt egy hét alatt mindent megtanulunk, akkor most hány ilyen turnus lesz? Hát mint ahogy azt már elmondtam, ez amolyan kis betekintés, bevezetés. És akkor, de azért kipróbáljuk, nem, ezt az irkafirkát, üzenjünk már magunknak. Hip-hop azért nem lesz belőletek médium. Kell egy kis idő ehhez. Azért essünk neki. Péter jegyzetei, nem lesz idő az ismétlésre. Bocsánat. Rendben van, ennyit a bíborkas virágról. És most csináljunk valami izgalmasabbat. Például Enikő. Becsik meg Enikőn. Miért is viszajog annyira a számítógépekről? Nem viszajogok annyira. Viki, légy szíves. Oké. Légy szíves, Peti, Craig, cseréljetek helyet. Jó is lesz. Rendben van, és akkor most élénkítsünk a kettőjük közti bioplazmikus áramláson. Péter, nyisd ki a tudatod, és mondd meg, hogy miért is viszonylag annyira ez a kicsi lány a számítógépektől. Fingom sincs. Koncentrálj. Ah, megvan. Egy pár évvel ezelőtt, egy este, online megerőszakolták. Mi van? Jó, valaki le akarta gépelni a számítógépteremben. Felejtsd el egy kicsit a szexet. Ah, megverték egy billentyűzettel. Nem. Ah, nem tudom. Iskolai Photoshop verseny, ahová Fekaribansz néven nevezett be. Ott volt ez. És amikor kiirdették győztesként, akkor csak ennyit mondott az igazgató. A nyertes, Fekaribansz! Az Anett volt középiskolában. Jó, tényleg. Oké. Dani, valami ötlet? Megégette magát a számítógépekkel. Úgy értem, kis tűz a gyerekszobába, vagy valami ilyesmi. Igen. Mi volt pontosan? Muszáj erről beszélnem? Nem. Tehát? Nem volt akkora nagy baj, csak nagyon megijedtem. És senki nem sérült meg, és a biztosító is fizetett. Csak azóta tartok a számítógépektől és a elektromos dolgoktól. Oké. Köszönöm. Peti, ha már itt vagy. Miért van mindenből otthon kettő? Nekem nincs mindenből kettő. Na. Hát miért? Egy mikron van, egy biciklim, egy tunéziai dobom. Meg egy golyót. Na jó, persze. Meg egy ilyen szírszar elfelpázom. Oké, de ezeket nem használod, amit viszont igen, abból kettő van. Ha az egyik elromlana? Két telefon, két autó, két fogkefe, két fésű, két számítógép. Állj, ez valami tévedés. Két számítógép csak azért van, mert az egyiken netezem, hogy a másikra ne kerüljön vírus. A fogkefét egy csaj hagyta nálam, az egyiket. Apám mi az az egyik autó, de ő most külföldön van. Hát telefonom persze kettő van, de hát bárkinek lehet két telefon. Most mi ebben olyan furcsa? Oké. Valakinek valami ötlete, hogy miért van mindenből kettő? Vagy talán mindig is szeretett volna egy testvért. Ha megint nem figyeltél, van egy húga. Fiú testvére gondoltam. Talán látnál skizofén a srác. Kösz. Valami más? Jógi, mondd meg te. Hát te úgyis ismersz minket jobban, mint mi magunkat. Rendben van. Esti házi feladat lesz megmondani. Vagyis kitalálni ezt, hogy miért.
Szorgalmi feladat pedig legyen az, hogy Anna miért gyűjt olyan megszállottan a kaktuszokat. Mert szépek. Lesz ott talán valami mélyebb, spirituális jelentés is. Oké? Most pedig fejleszteni fogjuk a belső látásunkat. Nyissuk ki a lelki szemeinket, csukjuk be a földit, kulcsoljátok össze a kezeiteket a szívcsakrátok előtt, és magatokban szólítsátok meg a legfelsőbb hatalmat. Mindegy, hogyan szólítjátok. Uram, Jézus, Krisna, Buddha, Logosz, Allah, lényegtelen. De fordítsátok a figyelmét magatokra. Kérjetek tőle, és ő adni fog. Ismételjétek némán utána. Nyisd ki a szemem. Hadd lássam a láthatatlant, hadd halljam a halhatatlant. Tudatom ne ütközzön az idő és a tér korlátjaival soha többé. Megvan? Most kinyithatjátok a szemeiteket? Megyünk ajánlni. Rendben van. És akkor most játék. Próbáljuk meg kitalálni annak kutyájának a nevét. Jó! Na, király! Hajrá! Enikő tudja. Hát akkor rajta kívül természetesen. Mondjuk Peti. Blöki talán? Azt mondom, ami a legelőször az eszedbe jut. Az volt a Blöki vagy, Buksi? Nem. Egy kezdő szót, betűt kérnék szépen, és akkor indítsuk újra. Adhatok neki? K, mint kutya. K? Mm. Aha. Honnan tudja? Te is tudhatod. Az univerzum minden információja birtokodban lehet. Peti, próbálj behatolni a tudatába. Karfió, a kuszkusz? Ne találdos, tudj. Kakagróf. Na, az első három betűvel megvan. Nem. Dani? Nem érzem. Nem tudom, nem akarok találgatni. Karalábé. Uh-oh. Feladom. Semmi gond, oké. Craig, megpróbálod? Kaktusz? Tadá! Bingo! Aj, gondolhattam volna. Tudhattad volna. Basztus, pedig az elején beugrott a kaktusz, de azt hittem a házatalat miatt van. És az én kutyámat hogy hívják? Kicsiparos. Nincs is kutyám. Ez volt az első, ami beugrott, de úgy látszik, ezt mondtam. Semmi gond. Dani, mit csináltál Kaliforniában? Hol vagy tudom ezzel? Semmi különöset. Dolgoztam egy kicsit, tanultam, baseballoztam is egyszer, és azt hiszem utoljára. Nem ment? Nem igazán, nincs szerencsém a baseballtükkel. Az lesz ott szerintem valami mélyebb spirituális jelentés is. Na jó, semmi gond. Álljunk fel és menjünk egy hosszabb meditációra. Na, hogy érzitek, milyen volt? Hát Jógi, én azon meditálgatom, hogy ma este már süthetnénk egy kis szalonnát valami pompás buli közepette. Szerintem meg a Hector nem vágja, hogy miről szól a tábor. Hát szerintem Hector, vagy ahogyan te mondtad, a Hector érti a tábor lényegét. Nem csak magunkat, egymást is meg kell, hogy ismerjük. Főként, hogy így is egyfajta önismeretre teszünk szert. De szalonnasütésről szó sem lehet. Süthetünk paradicsomot, vagy ücsedeghetünk a tűz mellett. Heki, odrad azt a paradicsomot? Hova? Hát oda. Hova oda? Hát ide. Ja, hát ezt nyugi, hát... Jó, akkor ide adod azt a paradicsomot? Nem értem ezt a lasszó nyelvet. Jaj, vidéki. Gyerekek, hol vannak ilyenkor koppányék? Hát biztos meditálnak. Van egy-két ötletem. Na. Pizzázzabálnak minket, meg zöldségek keletetnek. Jó kis csülkös babot, mi? Vagy a következő táborukat tervezik. Az agárdi popstrandon. Főrakják a maklakot. Ja. Kérhetek egy paradicsomot? Hogyne, persze! Majd én adom. Köszönöm. Jaj. Te, Dani, miért van a homlokodban az a sepphely? Tényleg? Na, hát ez egy hosszú szépen. Még nekem sem mesélted. Ez úgy kezdődött, hogy egy barátommal mentünk edzés után hazafele. Pontosabban megkért, hogy vigyem ki az állomásra, kocsival voltam is. Akkor esetleg az utolsó ilyen hó lefagyott teljesen az út. És mentünk a kocsival egy egyenes szakaszon. Az volt, hogy én kívülről láttam a kocsit, tehát volt egy olyan furcsa élményem.
A barátom meg azt mondja, hogy ő meg olyan volt, hogy persze, orvosok azt mondták, kizuhantál az ablakon, persze. Egy ilyen cső végéről látta a helyzét, a műszerfal alatt, ahogy állt, és tulajdonképpen becsapódott a kocsi, és nem lett semmi baj, hogy azon kívül, hogy így a fejem felszakadt, és kijöttek a mentősök, de azt mondták, hogy ilyen elég ilyen csodálatos módon meg átülhetjük ezt a dolgot, mert egy ilyen csapódásnál, köszi. Ezzel aztán lehet csajozni, ezt, nem Dani? Ezzel tudsz csajozni be ezzel. No. Tehát a lényeg az, hogy azt mondták, hogy ezt nem szokták túlni, tehát egy akkora csapódás volt, nagyon gyorsan ment a kocsi. Komoly, Dani, nem mondod. Most Frankon klinikai halálállapotában voltál? Ja. Vagy mi? Nem halljátok? Valaki, mint a mászkál. Jönnek a jogiék végre. Hát csak a jogi, meg a pótokért. Na, mesterek. Sziasztok. Jó estét. Nagyon kellemes itt a tűz. Adtok egy kis helyet? Begyújtottuk itt nektek a helyet. Hát ti meg hol voltatok? Szarulj ide. Hát, elmondtunk egyes témát, és... Pizza lecsúszott. Látod, mondtam, hogy szólt állna. Hát ti sem esztek semmilyen húst, ugye? Nem, csak paradicsom. Só lesz, legyalt. Jó, rendben van. Oké. Okay. Csak zöldséghúst. Zöldséghús, oké. Okay. Én most dagadok. Én most nem eszek semmit. Megbeszélgetünk. Nagyon jó. Nagyon jó idő van fogyózó. Itt. Fogyózó. Ki mit szeret csinálni, ilyesmi. Tényleg jogi, te mit szeret csinálni szabad időben? Hát én mindig megpróbálom kellemesen eltölteni az időt. De például verseket. Nem áll, komolyan verseket. Halljunk már egy verset. Mondj egy verset. Gyerünk, taníts jogi. Volt ez, vagy jó. Hát költsél egyet ide nekünk. A hajnali pitykalban. Az mondjuk elég komoly lenne költeni egy verset. Nem biztos, mert megvannak. Várjatok. Van egy versem, aminek az a címe, hogy a gyermekeinknek. De nem hosszú, ugye? Akkor ez még nem aktuális. Olyan bunkó. Mondd el. Teti, hagyjam. Jó, elmondom. Mint harmadcsepp, ami a napfényén száll. Nézz körül, eddig itt laktál. Most menned kell, a felhő máshol enged el. Légy hópehely, és lágyan repülj el. A tél elől eltűnik a táj, ha ráhint a szél, mint jégvirágdunnát. Vagy álom kell, puha varázslepel, hogy rejtsen el, amíg felnőttem leszel. Lejön a szél, forró érintés, olvad a jég, a völgybe ér, a folyóba tartasz, mintha értenéd, nincs más út, csak a tenger felé. Hullám vagy, az élet óceán, ha a part halál, te lassulnál, ő vár. De jön a szél, vihart kavar, ha megvan a cél, orkánként él, s ha erőd elég, nincs határ, légy földnyelő, óriás. Az jut eszembe. Bravo! Rögtön akkor beszorultam a drágom. Az jutott eszembe, hogy a Mariannal megismerkedtem. Igen, ismerható. Ennyire sírelmas volt. Ez nagyon jó. Komolyság nincsen benne. Meglátni és elfeledni. Jógi, te biztos ilyen dalos pacsirta is vagy. Hát azért énekelni nem szoktam. Van egy bizonyos fajta meditáció, ami közben ilyen hangokat szoktam. Mutasd meg! Olyat én is szoktam! Olyat én is szoktam! Gondoltam, hogy ez ilyen spirituális. Egészen mérő jön. Csöndet kérünk. Emberek azok sokszor ilyen... Atonszion! Csöndet kérünk. Jó, jó, oké, de tényleg csöndet kérek, mert ez nagyon koncentrálni kell. Van szaga? Majd lesz. Majd meghallod. Mondtam, hogy baffőzeléket ettek. Hát minden itt neki. Ez kúra jó volt, Jogi. Meg tudsz erre tanítani bennünket? Legalábbis én engem nagyon érdekel. Engem is. Engem nem. Ilyen hosszú nyelvvel, mint a tiéd, nem lehet megtanulni. Szerintem jóra a 3 hetes turnuson erre is visszatérhetünk. Én fel szeretnék iratkozni már most. Rendben, a Petronella. Szerintem én is elfogad. Ez nagyon jó. És ez a hang, ez... Tehát van más? A barna hang. Igen, vannak ennek különböző formái. Ez szerintem formáid, a barna medve párzási nótája volt. Jaj.
Alibubba. Jógi, nem tudnál ide rezektetni egy kis szalonnát nekünk? Jó lenne. Oké, Kopány, én szerintem mennék aludni lassan. Okay. Jó van, Craig, én is. Szószágyára voltál ma. Rendben van. Köszönjük. Sőt, tudod mit, menjünk most. Aludd ki magad. Jaj, várjál, Kopány, még kérdezni akartam valamit. Nem aludhatsz vele. Nyertem egy utazást Malibuba, arra nem kíváncsi, hogy minden rendben lesz. Lehet, hogy a csomagokkal lesz valami probléma, de aztán szerintem megoldódik, nem lesz semmi probléma végén. Mm-hmm. Oké. Okay. Jó van. Még annyit szeretnék mondani, hogy holnap reggel napfelkelt előtt fel kéne. Oh, jaj, nem! Bizony, csinálunk egy csendnapot. Ahogy fel kell a nap, attól kezdve egész nem beszél napjuk tájig senki, egy szó sem. Kopány, ez is egy meditáció, nem feltétlenül. Legem nem hallom. Ez is egy meditáció, majd meglátod. Mutogatni lehet majd? Nem. Nyilván, azért nyilván, valahogy tudtára kell hoznom, hogy már éhes vagyok. Nyilván csak a beszédről van szó. Szerinteni lehet? Úgyhogy szeretném, hogyha negyed óra múlva mindenki lefeküdni, aludni, hogy holnap ez zökkenőmentesen menjen. Én figyelni fogok erre. Jó van, Craig. Jó, hagyj már. Szervusztok. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Sziasztok. Kellemes időt öltétlen. Köszönjük. Hazar negyed órát kívánok, köszönöm. Van még fizika? Most már nem kell rá rakni 15 perc, mert úgyis le kell feküdni. Vizet rám. Üres gyomorra, mert jól fogok aludni. Így van. Ismételjétek némám után. Nyisd ki a szemem. Hadd lássam a láthatatlant, hadd halljam a hallhatatlant. Tudatom ne ütközzön az idő és a tér korlátjaiban soha többé. Aludjál már, nem akogj! Örülök, hogy legalább ti megérkeztetek a megbeszélt időpontra. Remélem, a többiek is hamarosan csatlakoznak. Te Kopány, mi a túrót fogunk csinálni egész nap? Az égvilágon semmit. Hát ez menni fog. Este 7-kor pedig találkozunk ugyanitt. De... úgy látom, kell fel a nap. Mostantól. Gratulálok, emberek, most már járat haszátok. Lezsibbadt a lábam, baszd meg. Figy paficomot kaptok. Tudom, hogy csak a pénze miatt van velünk. Hát Butonnak pénze az pont nincs. Micsoda? Jól hallottad, de nem tudsz semmit is, te sem. Igen. Botont? Csóró? Honnan veszed? Ja, oké, majd csak megszokom, hogy te mindent tudsz. Én nem tudok semmit, és nem is mondtam semmit. Oké, hallgató, mint a sír. Esküszöl, megérdemli. Jaj, miért? Olyan kis vagány csajszín, szép kis pofikán. Na, elkezdjük már fényezni a kis cafkát. Figyelj már, lehet, hogy szólni kéne neki. Majd a Jógi elmondja, akarja. Nem fogja. Fix, hogy tőlem nem tudja meg. Craig,
Zavarhatnám? Zavarj. Nem akartam a jogit zavarni, úgyhogy gondoltam, inkább tőled kérdezek. Kérdez. Nem tudtam mindent leírni a kapukfűről. Aha, oké, mutasd. Meddig jutottál? Ja, ideig. Nézd csak, az a vége, hogy tőle. Mi lesz? Te kávét ittél? Dehogy ittem kávé? Anna, nem szoktam. Kávészagod van. Pedig 200 különböző méreg van benne. Tiltott ital. Ez ki ma... Ah, oké. Okay. Beteg az orrod, én elmittem kávé. De ittél. És az orrommal semmi baj. Szerintem orrügyben inkább hallgass. Na, ez az orrom, mi? Nem baj. Tudom, ha... Jól áll. Jó, köszönöm szépen. Biztos szeret fel anyuk. Biztos. Tényleg, barátnőd lehet amúgy, vagy az anti-mormon? Nem vagyok már mormon, többé. Nincs időm alányozni. Mitől nem érsz rá? Hát azt tudtuk. Mint ahogy az is, hogy kávéztem. Én nem kávéztem. Nem tudsz nekem is szerezni egy kicsit? Nincs kávé. Nincs itt kávé. Komolyan, téma finish, oké? Okay? Más? Hát jó. Tudod, mi ez a pszichometria? A pszichometria az most nem ugrál be nekem. Tudod, ez ugye egy paranormális tevékenység. Ah, oké. Okay. Aminek segítségével a médium a kezébe adott tárgyak érintése által információt szerez annak tulajdonosáról, vagy bizonyos eseményekről, amik köthetők hozzá. Oké. Okay. Köszönöm, most már jobb. Kipróbáljuk. Most? Mm. De hogyan? Sajnos nincs nálam semmi, amit birtokolom. Nem, sincs, ezt a füzetet meg már sokan összefogdosták, de megyek és nézek valamit. Nézd! Biztos tudsz ilyet, rád van írva. Ó, megválogít, jó? Jó. Ó, na, siess. Mi van itt? Alszottunk? Jó, kicsit befáradtunk. Na, mit van? Mivel mi van? Jó, semmi. Na, sziasztok! Jó, eljátottak a hatások is. Hello! Na vajon? Az egyes vagy. Nem vagyunk olyan egyedül a táborban. Összebandáztam egy kis pároskával a szomszédosztal. Ó, na. Nagyon jó. És tőlük volt a pia. Jajajajaj. Mi vettél cserébe? Tuti loptad? De, nem mondtad szépen. Szaváltatta vissza. Kerítek még hifit is, gondolk mint, csak még meghallgatja a Szabó családnak, még hozok egy rakat piát. Te szólj már neki, hogy fél éve nevették a műsorról. Még erre kell engem. De siess vissza. Most már van piá is, de jobb lesz az is. Hát ha visszamegy egyáltalán. Hát szerintem ezt várhatjuk. Ezt nem viszem el, még trikin maszkát. Ez gyors volt. És a piá nem látta meg? Hát, Tatira. Anna, gyere, menj ki, tereld a figyelmet. Én? Majd én kimegyek. Nem. Anna és Craig között már kialakult a kémia. De hülye vagy? De hogy is? Nem akarok tőle semmi. Egyébként is misszionárius. Már nem. Az igaz. Bonsoir. Hi. Hi. Hi, újra te. Ez jut eszedbe, ha meglátsz. Hi. Mm-hmm. Hát más dolgok jutnak eszembe, ha rád nézem. Na, mesélj. Nem mesélj. Mi teszed benne? Jobb, ha nem tudod. Amúgy te vagy egy nagyon szép lány. Köszönöm. Legyen ennyi, elég. Mit olvasol? Magyar könyveket kéne olvasnod. Ezt fejlődned kell. Ezt Maria írta. De angolul van. Ja, ez igaz. Te figyelj meg, kipróbáltánk ezt a regressziós hipnózist. Na? Elvittem el a szobára? Nem. Lehet, hogy Indiában voltál előző hete. Nekem kellett volna mennem. Azért, hogy ilyen jól meditálsz. Az embered meg ne hallja. Vagy Brazíliában. Ó, oh, már jön is. Elmennék kapujra, azért te lennél a király. Látom, Borka Gyorda fűzöget picit. Csak beszélgettünk. Mondtam már, milyen baromi jól ez a fehér felső. Ez? Dehogy is, csak vicces, ugye? Ha ennek az egésznek vége, elviszek Milánóba vásárolni. Nem. Ez pont olyan, mint te. Nem. Hát, nem vagy a szavak embered. De! A szavak embere vagyok, nem a mondatoké. De hiszed a tiéd. Akkor most mondok rólad valamit. Na mondj! Érzem, ahogy a könyv mesél rólad. Hegyvidékes táj, Colorado vagy Utah állam, sok testvér, templomok, szerzetesek, otthontól elszakadás,
magány. Ezt egy oroszlány adta Kopánynak az előző tábor végén. Jönnek külföldről is a táborokból? Nem, mi készítettünk tábort tavaly a Oroszföldön, Russziában. De jó. És milyen volt? Milyenek voltak az emberek? Erősek. Jó pofa, én szeretek az orosz embereket. Bár volt egy-két érdekes figur, főleg egy. Ilyen egy volt egy fickó, ilyen hosszú férfi volt, ilyen tipikus orosz neve. Vova, Szirgé, Iván. Zsolt Ilovics, Boris Zsolt Ilovicsnak hívták, azt hiszem őt, a nevét. Mm. És ő az összes áron hipnosziszt akart, hogy Kopány vissza vigye őt az előző életébe. De Kopány nem hipnoterapeuta, erre nem van kiképezve, és a fickó meghalt a hipnosziszban. Belehalt a hipnosziszban? Nem, a hipnosziszban halt meg, a hipnosziszt alatt, átélte, hogy meghalt. Csak nem kívülről, hanem így belülről, és felkárt a fickó, és így megpocsékolta az egész tábor, összerugdosott mindenkit kézzel. És nektek kell fizetni a kárért? Nem. Volt egy bírósági per, és nálunk van az agy, meg a csí, és mi jöttünk ki onnan jól, és Kopány ellen azóta is főzi a véres bosszú. Hát nem féltelek benneteket. De visszatérve a pszichometriára... Istenem, ezzel vagy megáldva. Ki tudnád nyitni azt a kis házikót? Minek? Ki szeretnék menni valami. Mit? Majd meglátom. Én nem szeretek a meglepetéseket. De szeretni fogod. De hogy nem. Meg kell beszélnem ezt a mesterrel, oké? Okay? Siess. Na jó. És hogy elviszek Costa Bravo-ra? De addig is mixelek egy jó kis boros vizet. Tisztán elegét. Hogyan beszélnek egy percet? Persze. Costa Bravo jutott eszembe. Costa Bravo? Az amúgy hol van? Ott van a polcon. De ő ne menjen be. Fontos, hogy kint megvárjon. Be se nézzen. Amúgy minden rendben? Hello, drágám. Hát te. Szerintem. Látom mondani magad. Na ide figyelj, te jógi. Ha van valami infód a számomra, azt velem közöld, légy szíves. Ne a pesti csajtól kelljen már megtudnom. Most már mindegy, az ember mellé jó néha, nem? De ne aggódj az anyagiak miatt. Csak közölhetted volna velem ezt az egészet? Vagy megüzehetted volna valakivel óvatosan? Hát nem azt csináltam. Mi? Hát olyan nagy lombos. Nagy lombos? Igen. Gyerekek, lesz nagy baj. Hello, Green. Nem is megtettem rólad. Na, karokat vissza alappozícióba, ez mi? Üdítőit a Neboriski. Ez nem üdít, nem üdít. Petikvel, saját termelésű gyógyvíz. Programozott bor, programozott bor. Nem üdülünk, szeretném komolyan vennénk ezt. Most nem vagyok neked elég fiatal, vagy mi? Régi vagyok, figyelek. Ha ezt megiszolt, elfelejtem elmondani Koppánynak, hogy sunyiban kávézol. Istenem, már meg se lepődő. Ez zsaruzás, Anna. Ez nem zsarolás, ez biznisz. Nem fogom ezt meginni. És nem is kávéztam. És mindenki takarodik lefeküdni aludni, oké? Okay? Most mi van, most gáz van? Hát gáz van, mit csinálsz? De hogy van gáz? Craig Bull is fickó. Így van. Csak még nem tud róla. Hát egyáltalán nem úgy néz ki, mint aki el tud mászolni. Dehogy nem. Engedj le, papa. Nincs több parti, nincs több nyál! Nincsenek eszmény sportok! Nem kell a parti, és nem kell a nyár, se extrém sportok, se vize.
Szeres volna szépségverseny. Nem kell, ami rég volt, és nem kell, ami van, csak egy hely, ahol az emberek. Figyelek, Rév! Figyelek, csupa fül! Neked is erősek a... nem tudom, micsoda. Mik? Nem jut eszembe, annyira erősek a prekognitív képességeit. Micsodák? Vagy így azt szeretném, hogy így fejlesztenék így a bioplazmikus energiáimat, így mondjuk így autónom. Hagyjál békét, könyörgöl, hagyjál békét. Figyelj már, nem lehetne halkítani ezen a szaron? Miért nem aktivizálod magad? Ha itt lenne a hugon! Még egy faszítót sem kaptam. De komolyan. Jó, nagyon nem úgy gondoltam. Hát, hogy? Az nem tetszik, amit csinálsz. Mesélj. Ellenmondásos vagy. Ellenmondásos vagyok. Figyelek. Valamit súnyizol. És ez a botont fiú sem mindig a képbe. Bele hamarosan úgyis takítani fogok. Akkor miért jöttél vele össze? Pénzért? Találhatnád kigyúrta a maszkon a pénzes zsákokat is. De engem a pénz nem érdekel. Gyanúsak vagytok mind? Mind. Ja. Tudod, ki nem gyanús? Nem mond. Petronella. Ja, meg Peti. Tűt ismerem. De ennyi. Csak azért, mert ismered. Ugyan már. És mondd csak, én miért is vagyok olyan gyanús neked? Sosem figyelsz a foglalkozásokon, nem is kérdezel semmit. Szerintem nem is érdekel ez a téria. Szerintem vagy rendőr vagy, vagy újságíró. Miért? Te mindig engem figyelsz a foglalkozásokon. Figyelj csak, tudsz titkot tartani? Tudok. Ugyan már, senki sem tud. Na jó, ez igaz. Na mindegy, Koppány, téged is ki fog elemezni. Tudom. Vagy... Enikő, megjátsz itt a leszbikust. Vagy Anna. És érintetetlen, előadja itt magát. A kis Anna. Sosem viszonozna egy mosolyt, vagy egy tekintetet. Az egy kis ribanc. Már amikor ide érkeztünk, láttam, hogy mindenki őt bámulja. Mennyire bejön nektek. Most ettől ribanc? Hát, nem tudom. De Koppánya mi van? Koppány? Ő is csak játszik, a segédjével együtt. Nem lennék meglepődő, hogyha belennének kamerázva mondjuk itt a szobák. Figyelj, olyan nincs, hogy valaki mindenkiről mindent tud. Pedig te most ugyanezt csinálod, drágám. Attól félek, hogy a tábor végén kiderül, hogy ez a Yogi meg Krieg, ezek igazából halottak. Zombik, vagy UFO-k, vagy talán valami rosszabb. Ja. Hülyeségeket beszélsz. Egyébként is. Üss fel bármilyen magazint vagy újságot. Mostanában mindig tele van az ilyen aura látó, telepatizáló alakokkal, nem? Nem. Ide nem adok. Ez a Krieg, ez is minden hajnában hallom itt mászkálni itt a háza között. Ez tudja, hogy nem alszik. És honnan tudod, hogy ő az? Vannak ablakok is a szobán. Hoppá. Akkor te sem alszol éjszaka. Akkor ugyanúsak. Mindazok vagyunk, ne feledd. Nem zavarok? Jaj, nem, de vagy, te sosem zavar. De te most zavarsz. Igen, mindjárt kimegyek. Hogy is van ez a Malibu-i téma? Mesélj csak. Sehogy. Csak teszteltem a Yogit és kíváncsi voltam, hogy beveszi-e. De nem ment át. Nem nyertél semmiféle utazást? Nem. Oda még nyerhetsz? Figyelj, nem gázolsz, hogy itt bulizunk. Á, de vagyis semmi probléma nem lesz belőle. Ne ijedj meg. Szedjük a szemét. Na jó reggel. Jól aludtatok? Szuper volt. Már azt hittem, hogy bulisztatok a tilalom ellenére. Eszünkbe se jutott. Neked se, Krieg? Nekem se. És ez a póló?
Hát ezt találtam. Állj be a sorba te is. Gondolkoztatok azon, amit kiadtam házi feladatnak? Én gondolkoztam, de nem jutott eszembe semmi. Rendben. Ma a pszichokinézist gyakoroltuk volna. De úgy látom, hogy inkább az erőnlét és én az önfegyelem. Én nem is hittem. Sem szóval, én sem. Szálljál már elő, uram. Ma reggel, csak azért, hogy kicsit felfrissüljetek, körbefutjuk a tábort egy pár szóval. Na gyerünk, mint aki élne. Jó. Gyerünk, gyerünk. Ha jó, hogy gyepevők, nekem ebből elég volt, húzok a levegőbe. Hector hova megy? Nem tudom. Mi a baj? Az, hogy Hector lelépett. Megint visszament aludni. Jaj, nehogy már mindenből kihúzza magát. Mondtam nektek, hogy szombat reggel le fog lépni, nem figyeltetek. Most úgy érted, ő hazamegy? Bizony. Te is, hogy szedik ki a cucca itt a faházból? Milyen cucca itt? Láttad, mi bejött? Nem volt nála semmi, csak a barátok. Rendben van. 5 perc, mindenki fújja ki magát. Te is. Bízd le. Mire vár? Kopány alig kap levegőt, látod? Figyelmeszik. Te büntiben vagy most? Büntiben? Aha. Nem, én itt veletek vagyok a ezotérje csámorban. Büntetésben. Ott tudom, csak hűítem alá. Nem ő büntiben. A kopány nem szokott büntetni, ő azért egy jó férfi. De hány éves vagy? 26. Nem jó. Jelög egy olyan, 26. 26? Kopány, utálok mennyi? A számokat. Ő 34. Már megint nem, nem kell azon. 34. 34. Jó régi, mi? Ahhoz képest elég jól tartja magát. 5-6 fekvőtámaszt is lenyom egy nap. Ő meg a sok a zöldtea, meg a tai chi, pasz, plána, meg a medvehagyma. Te Petri? Na. Te Budapesten hol laksz? A második kerületbe. Voltam ott misszión 3 hónap. Jó hely. És melyik utca? Szemeste. ez abszolút nem ismerős. Mert megváltoztatták két hete a nevét. Már csak az ismeri most már, aki arra fejlak. Hiszen meg a térképe sincs benne. És minek változtatták meg a nevét? Mi volt a neve? Ez régen a Jurányi. Azt már tudom, hol van. Te Craig, add csak ide azt a napszemüveget. Jó lesz az rám is. Azt mondod? Add csak kérd ide. Szépen. Place. Megteszi. Ah. 26. A fenébe. De Danika még visikél? Aha, jön a showbiz is. Tudsz jönni egy picit? Persze. Szeretnék kérdezni valamit. Oké. Okay. Szeretem. Szeret engem a nőm? Hát ezt nem tőlem kell kérdezni. Olyan látványosan lesz, mióta itt vagyunk. Sőt, mióta ismerem. Na jó, de akkor miért jössz vele? Nem szeretném, ha egy ilyen bört más viselne. Na jó, de hogyha csak ezért vagy vele, akkor miért érdekel, hogy szeretem? Megkedveltem a csajt. És korrekt vagy hozzá? Abszolút. De őszinte is vagy hozzá? Hát néha picit kiszínezem a dolgokat. Picit? Ne viccelj! Előadod neki, hogy ide meg oda viszed, meg hogy ilyen kocsit, meg olyan lázni... Jó, ne folytos koppány. Különben soha nem jött volna össze velem. Tudod, hogy megy ez. És lefektetted már? Persze. Na jó, ez maradjon kettőnk között. Miért? Hadd tudja meg a világ. Nem az, az egész beszélgetés maradjon kettőnk között. Na jó van, emberek! 5 perc letelt, pihenőnek vége. Futás visszafelé, gyerünk, gyerünk, álljatok fel. Persze, még mit nem. Gyerünk, gyerünk! Jaj! Tájcsíra, rád vár mindenki! Rendben van. Haladjunk a gyógynövényekkel. A mai vizsgálódásunk tárgya a békalilium és a csalán. Hát sokat mesélhetnék róluk, de én inkább összeírtam ezekre a papírokra. Este majd átnézitek. Craig, légy szíves. Oszd ki őket.
Dani. Te pedig ülj ki, légy szíves. Én? Persze, gyerünk. Craig. Te úgyis olyan friss vagy ma. Nagyon. Légy szíves és tartsd meg ezt az előadást. No problem. Oké, gyerünk. Tehát... Dani, vajon... Miért olyan furcsák az agyhullámaid? Miért olyan furcsák az agyhullámaid? Na nem. Jól csinálom. Kopar. Miért mások a te agyhullámaid, mint itt a többi személynek? Hát lehet, hogy hülyén hangzik, de úgy érzem, kezdek átalakulni. Neked köszönhetően, Kopány. Na ez igen. És mivel alkulsz? Olyan dolgokat látok, amiket eddig még nem. Tényleg is miket? Hát látom a saját aurámat. Mióta? Tegnap óta. És milyen színű? Indigo. És az enyémet is látod? Igen. És... látok egy ilyen hasadást itt a bal vesédnél. Oké. Okay. Haladjunk ezzel. Oké, beszélj arról, hogy mi történt az agyaddal. Nem tudom, miről beszélsz, mit. A tavaly őszi kezeléseidről beszélek. November. Szerintem. Ja, fogam. És begyulladt. Hogy jön az agyhoz? A foga? Hogy? Ez hogy jön az agyhoz? Be volt gyulladva és átterjedt az agyamra. Később mentem el az orvoshoz, de semmi. Semmi. Oké, már kezdtünk félni, hogy valami komolyabb dolog volt. Ah, meg ezt én sem tudtam. Nem lett belőle semmi. Ja, mert pszichó vagy, csak heavy metalt ne hallgass. Na, arra vicces. Jó, hát akkor nincs itt különösebb gond. Légy szíves a cseréj helyet. Annával. Ja, ne már. Ne kell már a lányoknak mindig udvarozni. Anna, gyere, cseréljetek helyet. Köszönöm. Na. Anna, mi a magazin? Hm? Mi újság? Ja, Cosmo. Oké, figyelj ide, Kári, egy picit. Mi ez a vonzódás a 18. századi francia költészethez? Hát egyszerűen szeretem, mert olyan. És mit gondolsz, hol születtél? Előző életedben. Párizsban. Dr. Harkányban. Az ott van mellette. Pontosan. Úgy látszik, kezdesz te is megnyilni az univerzum felé. Figyelj, én hol értem? Figyelj, én ülök itt, volt. Mondjátok már meg, mi lesz a vacsora? Ugye nem rizs? Másnaposság ellen. Jó lesz egy kis békalilium, meg retek sok vízzel. Jöhetnek a retek. Na, ezt kezd a hajadra kapálni. Marian! Ja. Most akartuk kielemezni, hogy ki hol élt előző életében, de inkább gyere, és elemezünk itt téged. Craig. Te vagy izgalmasabb. Ezt most kihagynám. Gyere, cseréljetek helyet, légy szíves, a másik hosszú szőkehajúval úgyse. Pontos. Az egyik legfontosabb. Szők és barna. Szők és barna, akkor egy kopasz vagyok. Na! Ne nézzél olyan dühösen rám. Miért is? Miért is nem árultad el nekünk a legelső napon, hogy mi van a te foglalkozásod? Hát, ti vagytok a nagy szakemberek. Mondjátok meg. Ez mondjuk igaz. Rendben van. Na fejtsük meg akkor. Fejtsük meg. Hoppá, már rákészült az emberiség. Nézzük el. Oké, botonnak most csend. Én se tudom. Nem tudod, mivel foglalkozik a csajor? Én tudom, miből él, botonból. Nem jársz messze a valóság. Oké. Csak annyit árulj el, ami törvényben ütközően. Képzeld el, nem. Még lemertem volna fogadni. Te ide figyelj, Dani! Valami bajod van velem? Úgy nézek ki, mint egy bűnöző, vagy mi? Én meg se szólalok. Jobb is. Oké. Enikő, szerinted? Szerintem... Fodrász. Mert olyan szép a hajad. Az, köszi. Maradj még. Petronella, te mit gondolsz? Hát nem gondolok, mert
Úgy szoktam volna, de most nem gondolok, hanem látok valamit. Na mit látsz? Ilyen bizsergésfélést a... Azaz, brokidoki! Bizsergésfélést! Nekem már kinyílt a csakrám, és igenis látom. Oké, egy foglalkozás. A csakrá gondolsz. Lát egy bizsergés, de egy foglalkozás mondj. Üzletasszony. És mivel üzletel? Kábítószereket. Nem, csak így beugrom. Én tudom. Nyugalom, semmi. Igen, Peti? Dani? Nem akarom mondani. Mondjad. Na mondjad. Lefogom. Hullákkal dolgozik. Hullamosó vagy kórbanszó. Na bocs. Majdnem. Ápolónő vagyok. Ápolónő vagy? Kórházban dolgozol? Jaj, ápolgathatnál engem is. Hello, le lehet szállni a nőmről. Otthonában dolgozom. És igen. Dani, majdnem hullánk. Egy kis okay, szabad lesz ennyi már, a szabad foglalkozás. Szabad foglalkozást tegyük. Igen, jó. Mi volt az előző tábor végén? Lett valaki olyan, mint Dani, vagy esetleg nehogy Isten olyan, mint te? Hát majd meglátjuk, hogy kívül mi lesz. De nem esett senkinek bajom, ugye? Úgy értem mentálisan. Nem. És Zsolt Lovics? Na úgy látom, valakinek eljárt a szája, Craig. Kösz, Kylie! Semmi gond, oké. Oké. Volt egy táborunk Moszkvában, és volt itt ez a... Boris Zsolti Lovics. Olyan volt, mint Dani? Majdnem. Mi csak úgy hívtuk az Indigo ember. És? Hát nagyon rá volt kattanva ezekre a ezotérikus dolgokra, és... Egyfolytában a aurákat nézte, kinek milyen színű és milyen gondok vannak vele. Ilyen dolgai voltak, hogy legalább 33%-osan ki akarta használni az agyát. 33%? Ez volt a happy-e, hogy miért pont annyi, nem tudom. És hipnózis? Az volt a helyzet, hogy fejébe vette, hogy hogy is volt Craig? Hogyha levisszük, akkor majd fogja tudni az ilyen előző életben lévő nyelveket, és akkor így megtanul majd 500 nyelvet. És megtettétek? Hát az a helyzet, hogy először nem akartam, de egyszer nem hagyott békén. És egyszer-kétszer már csináltam ilyen hipnózis, regressziós hipnózis, de hát azt gondoltam, hogy nem lesz gond, végül belementem. És ebből lett a baj, nem? Igen, teljesen kikattant. Egyszer nem lehetett bírni vele, elkezdett mindent borogatni, szétverte a berendezést. Meg téged is. Igen, az orromat szétverte, be is pereltük egyébként ezért, meg hát a berendezésért és a táborban. Figyelme, és mi lett vele? Végül is semmi, átlátta a bírónő, hogy kezelhetetlen, úgyhogy megnyertük. De akkor most minden rendben van, ugye? Hát azt leszámítva, hogy azóta is keres minket, szerintem ki akar nyírni. De ne fessük az ördögöt a falra. Tia, megint hello. Én. Látom, én mindig boldog vagyok neked. Ez nem látszik rá. Fel ide, gyere, ülj le ide fel. Mesélj nekem. Mi a helyzet? Ne haragudj, hogy ma lesz voltam. Oké, semmi probléma. Nem fázol? Nem, én teljesen meleg vagyok. Ezzel a szóval vigyázz. Okay. Milyen volt a mai napod? Ki futkaráztad magad? Nem fáradt el a kis tested? De egy-két nap és úgyis vége a tábornak. Bezen, és nem fogom látni. Nem fogok látni utána, ugye? Miért? Szeretnél? Szeretnél. Te hülye vagy? Azt akarod, hogy hátra essek. Craig, de valamit nagyon félreértettél. Remélem, most elégült vagy. Most megsértődtél? Nem, menj. Köztünk nem lehetett. Menj, aludvány. Menj el. Mit csinálsz? Egyáltalán ilyenként. De legalább nem vagy meleg. Mit akart ez a kis üvezmány? Semmit, ugyanolyan hülye kis kurva, mint a többi. Teljesen lerakott ez a kis cső. Dehogy is szarok a fejére, vagy? Na persze.
Vigyázz, bazd meg, mert Szonyát le fogja kapni a tökeidet, hogyha meg tudja. Szonyát meg már unom, az igazság. Na, meg, ezt, meg ezt az egész tábort. Ennék már egy kurva jót, bazd meg. Miért tennap az a pizza, amit besugomoltam neked, bazd meg, szerintem egy szabad. Á, nem, úgy leülni, bazd meg, és minden rendben van, bazd meg, minden a helyén. Van még nekünk itt valami dolgunk? Semmi a világon, bazd meg, menjünk a picsába. Helyes. Szerintem elég volt ennyi. Vélekben elköszönök ezektől a barmoktól. Latin is. Csoszogjunk, öcsé. A szobát elrendezted? Irányok! Jó reggel! Szerintetek hány óra van? Hát, legalább 10 elmúlt. Tudod, hogy elvették az órát. Nekem... Krég, nem ébreszted veleteket? Minket nem, miért titeket? Minket sem, de nekem valami nagyon gyanús. Sziasztok! Ne úgy gyanús, legalább ki történt? Hol van a kopány? Nagyon jól néztek ma ki. Peti, most ment el megnézni, nem olyan régen. Aha. És mi lesz a mai program? Nem tudom, de jön már, Peti. Mi a helyzet? Hú, talán nagy gáz van! Ezek mi teljesen van? Eltűntek. Mi? Üres a szobájuk, néhány vércsapot, meg ez a szar. Mi az? Ne csináld már. Ezek cirilbetűk, egy orosz buszi lehet. Lehet, hogy eljöttek az orosz fickót is. Jó, már csak a töltségért mentek el biztos. Nézzük meg a fészeret, lehet, hát, hogy itt vannak. Nézzük meg, azért remélem, a somogjaim még megvannak. Kedves naplóm! Kicsit késő kaptam meg a karácsonyi ajándékomat, apám egy laptopot vett, pedig tudja, hogy utálom a számítógépeket. Azért ettől talán nem fog ránk égni a lakás. Egyszer én is kaptam egy kvarcjátékot. Az meg kijön az allergiám a kaktuszaitól. Petit, te history, de cinema, hongol is. Ui, je ne t'aime plus. Siessünk, még botont hátra van. Új, a kedvenc. Na, egy kis kápé is van, nem csak kaktuszok mindenhol. De a gépnél találtam egy csomó pénzt. Dőjön a szél. Na, a hűtője is üres? Mert itt a fürdőszobában is csak egy lavor van, bazzeg. Ez csóró. Kaj, beteg szegény. Ez volt tavaly. A fogai sincsenek rendben. Dani, mi van? Dani, mi van? Azonnal hívjátok a rendőrséget. Nem, mi van? Megölték őket. Kire voltak bennünket? Ne csináld már! Basz, hogy elvitték minden cuccunkat! Ne már, ne csináld már! Elvittek mindent, nincs sem semmi. Hát kicsoda? Hát a Craig meg Jógi, oda tudtuk nekik... Hogy nem az orosz fickó volt. Vagy a Hector. Az orosz fickót tökömet, hát oda tudtunk nekik mindent, a lakáskulcsot, személyiratainkat, mindent. Üresen van a lakás. Tényleg, senki, minden jön egyedülálló minden. Nem, szerintem sem igaz, hogy a férjem otthon. Egyedül te! Milyen rendesek voltak velünk, ilyet nem tehetsz. Kocsink azért megvan, ugye? Basszus, a kocsi, menjél, szaladjál, nézd meg! Mária, menjél! Lányok, el kéne menni, gyorsan az információhoz, nézd meg, hogy jó. Van egy név, vagy valami billetlenek, szerint az egy telefont valahonnan gyorsan. Te hová mész? Én elmegyek, nekem van egy érzésem. Várj, megyek veled, jó? Gyere! Mekkora kis kurva! Te vagy a kurva, hülye kurva! Gyere vele, tudok szokolni, Ilyen szart, hogy csodnál ki, ha jól lesz. Te meg hallgatasz el a kutyára. Zsiparos, kussoljál be, lyukas. Te amúgy mennyi gyűlt össze? Hát olyan 25-30 millió. Hát az elég sok visz. Hát azért dolgozhatnál. Szakon púder, mindent kipakoltatok? 50 millió. Nem, figyelj, nem mostunk el minden szófát, meg szekrénysort, érted? Felmentünk, laptopokat, számítógépet megnéztük. Volt mindegyik olyan hülye, hogy a, hát majdnem mindegyik, hogy a kis netbankos jelszavát megegyezte a számítógép, és akkor mindent toltunk át magunknak. Hát, hogyha annyian lettek volna, mint ahogy terveztük, hogy 10-20-an eljönnek. Hát most 5-6 fő, 7, mennyi volt? Nem tudok a legjobb számítani.
jobb is lehetett volna. Á, jó ez. Figyelj, már Peti lefényképezett az elején minket. Mm-hmm. Fényképező? Fénykép? Mi van vele? Elhúztad? Hát persze, nem ott hagytam neki. Basza, basza. Köszönj el anyukádnak. Ne viccel. Rendben van, azt mondom, persze, akkor persze. Figyeld az utat. Azt se tudtam, hol vagyok. Azt hallottuk. A Jézus paróka bezavart. Alig bírtam betanulni, egyébként is a szöveget, bazd meg. És akkor jön egy Petronella, bazd meg. Aki... Petronella. Meg egy Botond, akinek nincs pénz. Botond, bazd. Tényleg Petronella, hogy készül? Én is arom, Botond az én is arom. Viszont Dali rám hozta a frász néha ezzel a... Dali az elég komoly volt. Indigo színű az aurál, meg... Elég komoly volt, bazd meg. A vesét be van szakad. Ismered valahol? Nem tudom, meg hát kisi paros, bazd meg. Azt mi a faszom? Lehet, hogy ő is kifigyelt még, mi én. Tudod mit, bazd meg, be kéne fűzni. Kérdezem, meg tudom hány óra. Yes. Fincsi kis krumpli. Ez is náluk volt? Jó. Persze, a dalak kövér. Ezt majd nekem adom. Hosszú fiú, persze, csak szépen kéred. Miért? Hát szerintem... nem fogsz úgy dadogni, mint ott. Hallottál már mormon szerzetes beszélni? Pontosan így beszélnek. Nem felejtettem el, azok így beszélnek, komolyan. Jobban beszélnek alul, mint mi. Ezt meg nem akarom, hogy szétbazd ezt a kocsit. Igaz, hogy nem az enyém. Ezt mi ott hagyjuk a reptérdére. Szerinted Szonya már kim van? Figyelj, ahogy ismerem be ezek, tutira egy perccel a megbeszélt időpont előtt fog érkezni. 100%. Hát, nem voltál még velem moziba? Ja, nem is leszek, bazd meg. Kitekerem, hogy te leszek. Lassíts, ez már ott van, az a gépünk, az ez kis dupla. Jaj, de jobban megy az autóvezetés. Már megint dohányzol. Jaja. Nikotin srác. Inkább a szarodat hozzam. Faszom, nikotin. A cigaretta a legrosszabb, ami történik. Ez az én dubám. Teljesen lehúzza az ember. Ez az én dubám. Oda lesz már ki a lényeg. Ez hogy került ide? Jó, hogy visszaadhatok a többieknek, amit állottak. Miről beszélsz? Miről beszélsz? Menjél vissza a táborba, mindjárt megyünk mi is. Már kihívtuk a rendőrséget, srácok. Ez kell lehetni. Picit megijedtünk, nem? Legyógyítsunk az állapotot. Jaj, gyere, Dani. Na mi a helyzet, fiú? Nélkülön vagy nem is boldogultok? Lehet, hogy éppen nem vérzik az orrom? Nem, ne aggódjál. Ki írtad? Ja, kicsit vérzik. Hagyjátok szerencsétlen. Te meg elfelejtetted, mi az igazi úriember. Add már oda az apódat. Oda? Hova oda? Hát ide. Akkor ezt mond, ne tormálta is ezt a pesti tempólázót. Hozzad már kisiparos, menjünk, lemegy a nap. Hölgyem, hiányoztam idényt. Nem, nem akarsz visszamenni inkább a kis Annácskát hoz? Hosszátok meg ez a buzi, pont a hegem elrugott. És megtaposott eléggé. Menjél a bocsát. Ezt nem akarod fogni? Ja, ne haragudj. Remélem nem ütött el nagyon, baszd meg. Ezt a szar kirakta ide, ezek szóra. Hiszok vele? Ez Danié volt. Tényleg, mint a legnagyobb baseball ütőkkel. Aki vigyáz rám, koppog a fej. Mert egy két dolog egymással.
egy ilyen rögesz meg, engem is egy ilyen rögesz meg. Engem is egy ilyen rögesz meg, engem is egy ilyen rögesz meg, engem is egy ilyen rögesz meg.